Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. A pénteki nap kártyái bal oldalon láthatóak, szombat középen és vasárnap jobb oldalon látható. A felső kártyák utalnak a fő témára. A pénteki napon arról van szó, hogy valaki közeledik hozzád, átnyújtja a kezét, és felajánl egy segítséget. Ezt a segítséget elfogadhatod. Vagy megkapod az elismerést, vagy valaki segít neked az anyagiakat illetően, vagy lesz egy jó munkahelyi ajánlat, kapsz segítséget, és ez a személy, vagy ez a segítség már útban van hozzád. Ott bal oldalon az első képen látható egy fiatal férfi. Ez jelentheti a lelki társadat, hogy esetleg ő fiatalabb, mint te, vagy megvan ez a fiatalos kisugárzása. De ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, és ez a fiatalság jelenteti azt is, hogy ő bizonytalan. Még nincsenek tapasztalatai, különösen ami az érzelmeket illeti, hiszen a kezében van az arany kehely. És a kelyhek utalnak az érzelmekre. Itt nem csak arról van szó, hogyan tudná kimutatni az érzelmeit, hanem arról is, hogy oda kell figyelnie a saját érzelmeire, hiszen ezzel sincs tisztában. A mellette lévő kártyán valaki átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Itt is segítségről van szó, ugyanúgy, mint a felső kártyán. Ez lehet egy anyagi segítség. Lehet az is, hogy valaki tesz egy ajánlatot, és lesz egy munkahelyi változás. Ez az arany érem nem csak a pénzt és a munkahelyet jelenti, hanem a belső értékeket is. Hogy megkapod az elismerést, hogy mások odafigyelnek rád, hogy kedvelnek téged, segítenek neked. A szombati nap középen látható. A felső kártya azt jelenti, hogy fogadd el a szerelmet, fogadd el a szereteted. Lehet, hogy te kicsit vacilálsz, ami az alsó kártyán is a két éremnél látható, de visszatérve a felső kártyára, fogadd el ezt. Te megérdemled azt, hogy mások szeressenek téged, és megkapod ezt a szeretetet. Ne kételkedj ebben. Alul látható ez a férfi. Körülötte ott vannak a kelyhek, amik utalnak az ő érzelmeire. Ezekből három eltörött. Ott folynak a könnyek. Itt az ő múltjáról van szó. Neki ezt fel kell dolgoznia, befele fordul. El van foglalva a saját érzelmeivel, hiszen le kell zárnia a múltat. Át kell tennie magát, ezeken az emlékeken, vagy a félelmeken. De van jövő, majd odafigyel rá, hiszen a háta mögött ott van a két kehely, ami még nem törött el, és utal rád, és ő rá, és utal a jövőre. Észre kell vennie. Ami téged illet, légy kicsit türelmes. Ne vacillálj. Ne kételkedj abban, hogy ő szerete igen vagy sem, mert most éppen visszahúzódó, hanem fogadd el ezt a helyzetet. Neki most a saját érzelmeire kell odafigyelni.
Amit ez a kártya, ez a két érem még jelenthet, egy munkahelyi ajánlat, ahol még nem tudod, hogy hogy kellene döntened, tegyem vagy ne tegyem, elfogadjam ezt az ajánlatot, igen vagy sem. Vasárnap az jobb oldalon látható a felső kép azt jelenti, hogy figyelj oda a te spirituális területedre, hiszen itt megvan a tehetséged. Az alsó kártyákon a kelyhek láthatóak, tehát itt is érzelmekről van szó. Ő átnyújtja számodra a kelyhet, hiszen szüksége van a biztonság érzetére, kimutatja a saját érzelmeit is, de te elfordulsz, nem veszed észre, vagy nem mered elfogadni. De mégis lesz majd egy új kezdet, mert ő újra és újra jelentkezni fog, újra és újra kimutatja az érzelmeit, amíg észreveszed. És a 10-es számot jobb oldalon jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, itt mély érzelmekről, sőt, boldogságról van szó. Valaki segít neked. Lesz egy jó ajánlat. Te kicsit vacilálsz, hogy ezt elfogadhatod-e, igen vagy sem. Ő a saját érzelmeivel van elfoglalva, hiszen le akarja zárni a múltat. Mivel kicsit visszahúzódó, bizonytalan vagy, hogy hogyan alakulnak a dolgok, vagy felteszed a kérdést, szerete igen vagy sem, fogadd el ezt a szeretetet. Nem csak ő szeret téged, hanem mások is a környezetedben. Lesznek jó ajánlatok, ő ki fogja majd mutatni az érzelmeit, bízd meg ebben, hiszen itt lesz egy új kezdet, ami boldoggá tesz téged. Nem csak a párkapcsolatban, hanem egy spirituális területen is. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!